Tisztelt úr, következik az MSZP részéről, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Miniszterelnök úr, ön nagyon határozott és világos álláspontot képviselt Brüsszelben. Nem, talán, igen. Éppen ezért nagyon helyes, hogyha ezután a világos és határozott és egyértelmű álláspont után megkérdezi a parlamentnek az álláspontját és véleményét. De hogyha jól értettem a szavait, akkor ön a parlament álláspontjára kíváncsi, és nem pedig a saját frakciójának az álláspontjára. És ha ez így van, akkor egészen biztosan oda fog figyelni a vita során az ellenzéki képviselők által elmondottakra is. Erre azért is szükség lenne, mert az elmúlt időszakban is jót tett volna a kormány tevékenységének, a Fidesz frakció munkájának, hogyha odafigyeltek volna arra, hogy mit mond az ellenzék, hiszen talán akkor például a munkatörvénykönyvével kapcsolatban, a köznevelési törvénnyel kapcsolatban, vagy éppen a költségvetéssel kapcsolatban lehetett volna jobb törvényeket hozni, és hatékonyabb eredményt elérni. Éppen ezért a mai nap mi beadtunk egy országgyűlési határozat tervezetet, amiről reményeink szerint a ház tud vitát folytatni. Én kérem elnök urat, hogy a Fidesz frakció támogassa ezt a határozati javaslatot. Ennek a lényege pontosan az, amiről miniszterelnök úr is beszélt, és arra kéri, kötelezi a kormányt, hogy december 23-áig egy jelentést terjesszen az országgyűlés elé, hogy a kormánynak mi a pontos pozíciója az imént említett kérdéskörrel kapcsolatban, hogy legyen miről vitatkozni. Ön miniszterelnök úr szerintem téved, amikor azt mondja, hogy az Európai Unió, az eurozóna válsága az valami olyasmi, ami bennünket nem érint, tőlünk távol van, és nincs hozzá közünk, még akkor is, hogyha hat ránk. Én azt gondolom, hogy igenis, mi is az Európai Unió része vagyunk, éppen ezért a magyar kormánynak ügyes politikával van lehetősége befolyásolni azt, hogy mi történik, milyen megoldásokat találunk. Ehhez természetesen nem egy különutas politikára van szükség, hanem sokkal inkább együttműködésre, hogy ne csak elviselni legyünk kénytelenek azokat a döntéseket, amik az Európai Unióban meghozásra kerülnek. Ön azt mondta, hogy tulajdonképpen a magyarországi problémák azok két okból táplálkoznak, az egyik az eurozóna válsága, a másik pedig természetesen figyelte, most csak a 20. percnél jutottunk el idáig, egész hosszú ideig kibírta a miniszterelnök úr, természetesen a volt szocialista kormányoknak a tevékenysége. Azt nem pontosan értem, miniszterelnök úr, hogy akkor Orbán miniszterelnök úr 2010. július 24-én az ATV-ben egy interjúban a következőket mondta, és Magyarország, még egyszer mondom, a magyar gazdaság és különösen a magyar pénzügyi mutatók, azok az Európai Unió legtöbb államánál sokkal jobb állapotban vannak. Még a legfájóbb dolog az államadósság mértéke, amely olyan 80% körül van, és szerintem nagyon magas, még az is csak egy európai középmezőny. Az európai gazdaságok körében a magyar gazdaság pozíciója jelenleg jó. A magyar gazdaság teljesítménye európai mércével nem csak hogy megbízható, hanem kifejezetten vonzó üzleti lehetőség. Ezek az ön szava volt, Kálmán Olga szerkesztőasszonynak mondta ezeket. Most értem, hogy megpróbálja úgy beállítani, minthogyha mindenért az előző kormány lenne felelős, de miniszterelnök úr, akkor ön tévedne. Ez egy nagyon téves diagnózis volna, és hogyha nem jó a diagnózis, akkor nagyon nehéz orvosolni is a problémát. Márpedig most, miniszterelnök úr, az ország olyan helyzetben van, hogy ha valamikor nem, most egészen biztosan nem engedheti meg magának, hogy tévedjen. Az, amilyen helyzetben van az ország, az nagymértékben az ön téves, nem ortodox, magyar utas, külön utas, mindegy, hogy hogyan hívjuk, gazdaságpolitikájának az egyenes következménye. Éppen ezért a bajok legfőbb oka az az, hogy ön nem megfelelő politikát választott, nem megfelelő politikát képvisel a miniszterével egyetemben. Éppen ezért ezen kell radikálisan változtatni ahhoz, hogy Magyarországot a csődtől vissza tudjuk rántani, mert hogyha ezen az úton halad tovább, akkor egyre inkább belemegy a zsákutcába Magyarország, és ebből a zsákutcából egyre nehezebb lesz visszajönni, egyre több áldozatot kell vállalniuk a magyar embereknek, és ennek a tévedésnek az árát végső soron, ennek a dilentantizmusnak az árát a magyar adófizetők fogják megfizetni. Éppen ezért azt vártam volna a mai beszédétől, miniszterelnök úr, hogy felhasználja ezt az alkalmat, és valóban újra gondolja ezt a téves és dilettáns gazdaságpolitikát. Az én meglátásom szerint, miniszterelnök úr, nem azért mondott nemet első nekifutásra zavarában, vagy határozottságában ott csütörtök éjszaka ezen a tanácskozáson, amit manapság mond, hogy a szuverenitást féltette.
Szerintem ő nem a szuverenitást féltette, hanem pontosan felmérte azt, hogy ha ehhez a szerződéshez csatlakozunk, akkor befellegzett ennek a különutas, nem ortodox gazdaságpolitikának, be kell fejezni a szabadságharcot is, be kell fejezni a különutat és a hazárdírozást is. Ezért ő nem a szuverenitásunkat féltette, még egyszer hadd ismételjem, hanem az, hogy azt a téves politikát kell befejezni, amire a politikáját építette, hiszen ha ezt beismerné, akkor egészen biztosan nem önnek kellene vezetni továbbra a Fidesz kormányát, hanem egy új miniszterelnöknek, aki hitelesebben tudja ezt a politikai fordulatot végrehajtani. És ezt egyébként mondanám Zázrivec Gábor képviselőtársamnak is, hogy a miniszterelnök az nem a szuverenitásunkat féltette, még egyszer mondom, hanem sokkal inkább azt, hogy a saját politikáját nem tudja tovább képviselni. Én azt gondolom, és mi többen úgy gondoljuk ebben az országban, hogy ennek a politikának a befejezése az nem csak hogy kívánatos volna, hanem kimondott nemzeti érdek lenne, miniszterelnök úr. És azt gondolom, hogy ez lett volna az a történelmi pillanat, amikor önnek lehetősége lett volna még talán jó időpontban változtatni a politikán. Hiszen szerintem sem Magyarországon, sem Európában senki nem gondolja úgy, hogy Sarkozy, Merkel köztársasági elnök úr kevésbé féltené Franciaország vagy Németországnak a szuverenitását. Olyan konzervatív politikusoknak ismertük meg őket, akik igenis odafigyelnek az országuk szuverenitására. Nagyon kényesek is rá, éppen ezért egészen biztosan mérlegelték azt, hogy mi mit hoz és mi mit jelent, hogyha egy ilyen kezdeményezéssel élnek. A mostani helyzet az egyértelműen arról szól, és ezt kéne mindannyiunknak látni, remélem a vitában majd lesz lehetőség erről még beszélni, hogy az Európai Unió meg tud-e maradni a világgazdaság egyik legfontosabb pillére, hogy tudja őrizni stabilitását, növekedését, versenyképességét. És én azt hiszem, abban vagyok egészen biztos, hogy ez magyar nemzeti érdek, hogy ez így legyen, és éppen ezért érdemes áldozatokat is hozni. Az Európai Unió a megalakulása óta úgy működik, hogy minden ország a szuverenitásából egy kis darabkát betesz a közösbe, majd utána közös sávfárkodás kezdődik ezzel a kis szuverenitás darabkákkal. Éppen ezért egy kis ország így tudja befolyásolni a döntéseket, így tudja a nemzeti érdekét hatékonyan képviselni. És a fiskális unió irányába tett lépések, miniszterelnök úr, egészen biztosan olyan lépések, amelyeken Magyarország közép- és hosszú távon nyerni tud, ezért támogatjuk azt, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. És az még fontos lenne, miniszterelnök, hogyha pontosítaná a brit álláspont figyelemünkbe ajánlásakor, hogy ez vajon arról szól-e, hogy elmondja, hogy mit jelent az, ha Magyarország kimarad ebből a kezdeményezésből. Mert csak akkor lehet értelmezni a szuverenitás korlátozásának a kérdését, hogy arra is választat, hogy mi történik akkor, ha kimaradunk ebből. Miniszterelnök úr, itt volt a lehetőség, hogy változtasson, nem tette meg, mostantól kezdve viszont hozzáértő cselekvésre lenne szükség. Köszönöm szépen.